sulla terra. Evangelium Saint Lukács könyvéből. Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok közül, ki a legnagyobb közülük. Jézus ismerte szívük gondolatait, odaírt egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványához. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevembe, az engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb a köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedbe, megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Ezek az evangélium igéje. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása meg. Bocsánat. Aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Mondja Jézus Krisztus, de vajon ez így van? Tudjátok, a múlt héten, hát többfelé is voltam, két helyen is tartottam egy szentmisét. A Hargita megyei mozgássérültek egyesülete hívott el Csíksomjóra, hogy 25 éves az egyesület, tartsak egy szentmisét. Hát az egész történet több mint 25 évvel ezelőtt kezdődött, 90, szóval 86-ban, hát bizony egy fiatal ember dolgozott. Egy olyan hely dolgozott, ahol követ törtek, egy ilyen húsörvőszerűség, nagyobb köveket beviszi, egy maromba ottan, szépen megörlöd, és akkor kerül ezt az a kis kő, ami hát a vasútnál is ott van, látjátok. És valami elakadt. Ez a fiatal ember benyújt kesztyűvel oda, és bizony elvatta az ujjait. Kesztyű miatt nem érezte azt, hogy hoppá, itt baj van, csak akkor, amikor egyet roppant. És az a húsőrlő szerűség, képzeljétek el, hogy elkezdte becsavarni a kezét, és összetörni, persze. És hát ő mit tudott egyemet csinálni? Megvetette a lábát, nekifeszült annak a luknak, ami hogy is sírják, és a kezét futószallal csavarta, és végül még a kulcsontját is kiszakította. Ő úgy mondja ezt el, hogy hát ez a futószallal elment a kezével, és ő az életével. És képzeljétek el, hogy hogy mondjam, volt annyi lélek jelenléte ereje, hogy nem engedte el magát, akkor becsavarta volna minden estőt ez a futószallal. És akkor, amikor a keze kiszakadt, hát képzeljétek el, hogy pricolódott a vér, vagy 70 méter meccsután a 12 lépcsőfokon felment, és akkor a kollégái meglátták, azt hitték, hogy hát nem értették. És amikor meglátták, hogy tényleg hogy pricol a vér, az egyik elálljon, és akkor azt mondta neki, te ne tájuljál, én kéne elálljon, gyere segíts. És akkor elvitték a kórházba. És ami döbbenetes az, hogy hát egy 15-20 nap alatt ugye annyira helyre jött, hogy kiengedték. És akkora akaraterőt tette a fiatal emberbe, hogy nem engedte, hogy más kösse be az ő cipőjét. A blúzán addig kírozott, míg egy kézzel felhúzta a zipzár. És nem hibáztatott valaki mást azért, mert nyomorék lett, szerencsétlen, hanem még nyugdíjtse akart, még elment vissza dolgozni. Igen. Ez az ember nem elengedte magát, hanem a munka mellett érezte, hogy hát hogy mondjam, ez kevés ez a pénz, amit ő keres, nekiállt, beiratkozott, ott ugye Csíkszeredában van ilyen fafaragó kő, és elkezdett tanulni fát faragni. Én mikor hallottam, akkor kispap voltam, még nem voltam felszentelt papács, hallottam erről az emberről, olyan kíváncsi voltam, hogy elmentem, és megkerestem.
feste che de... Tugliato che fegno e faso e un buo, volei sforarmi molto l'ovi, che mi è focchera. E c'è il feir, va a rocco, chi va, che noi Dio fa. C'è il noi, c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto, o te io, a ti già, sì, rausto, a te tutto, feraverli, che te, feraverli. C'è chi vende la salma, c'è solo il volto, sta cosa, te, serenata. Cioè, è stato tu, Dio fa, ferra per essere chi c'è, dono lucro, o vuol chi si te, sciocco chi ci chiereste. E c'è, e mi se voglio aiutare, coraggio, o di versi che devo sostare, di teologia, e mi ne direi, bogano, e mi liberi, chiereste. Tu mi te l'ho, più che di buccio, ogni pis chiereste, hogy hát, hogy meglio vette chi strobotot belőle. Persze nem volt neki hajtás, képes volt elmenni Bukarestbe, cirkuszolni, igen, tényleg egy nyomorék, de van ilyen, hát olyan autohikomának nevezik, amit fékézzel is lehet nevezni, hogy vizsgáztassák, mert akkor még nem volt ilyen törvény, hogy valaki félkézzel is vizsgáztassa. Addig járt, addig kopogtott, zörgedett, amíg meg tudta szerezni. És 89-ben ugye, amikor Ceausescu bácsi, hát ugye leültették, és új világrend lett. 1990. január 7-én létrehozta talán egész Romániában első civil szervezet. Hát ugye volt egy pár ismerőse, ilyen nyomorékok, de keze, lába, valamilyen hiányzott, elmegy, csak hogy csináljunk egy egyesületet. És hát mindjárt papírt ragadtak, és írtak, és minden. Ő úgy azon a rossz trabanttal bejárta Európát, elment Svédországba, ide-oda, és annyi adományt gyűjtött, hogy már 90-ben beindítottak egy varrodát, Szeredát. És, hogy mondjam, Salapétától elkezdve mindenfélét kezdtek varrni. Én jártam a, hát gyárba, döbbenetes volt. Az egyiknek a lába hiányzott, másik vak volt, volt akinek ugye szellemileg volt, fogyatékos, tehát ilyen, hogy mondjam, egyszerűbb ember volt, mindenkinek valami baja volt, de mindenki mosolygott, dolgozott, vagy 150 ember. És ez az ember egyedül félkézzel vezette ezt a céget, aztán szépen megnősült, született két szép gyermeke, és hát most volt 25 éves az alapítvány, az övéké, és hát egy hálaadó szemlésőt tartottunk a templomban. Tele volt emberekkel, Csicsomlyi templom, és amikor áldoztatta, olyan döbbenetes volt, mert hát nagyon sokan tolószékkel jöttek elé, volt aki, hát minden második, harmadik emberre látszott is, hogy hát valami baj van. És olyan boldogok voltak, és hálát adtak. Ugye Jézus azt mondja, hogy a legkisebb közületek a legnagyobb. Ez az ember nem elkeseredett, hogy én ilyen szerencsétlen vagyok, hogy én ilyen árva vagyok, hogy ilyen nyomorék vagyok. Nem sajnáltatta magát, hanem küzdött, harcolt, kínlódott. És hogy mondjam, most egy egész város, ott volt a polgármester, mindenki gratulált az újságban, cikkek jelentek meg róla, televízióban, interjúkat adott. Miért? Mert nem elkeseredett, mert nem leült, mert nem kezdte sajnálni saját magát, hanem azt nézte, milyen van. Van még egy kezem, a nagyszerű. Van két lábam, nagyszerű, van egy fejem, amivel gondolkozom. Induljunk előre. Igen, én azt hiszem, hogy ez a Fikó Csaba mindannyiunk számára példakép lehet. És utána egy másik helyre is elhívtak, egy kápolnát szenteltünk. Nagyon érdekes. Képzeljétek el, tavaly, hát történt egy baleset. Egy fiatal ember megpattak az autó mellett összeesve. Hát utólag úgy rekonstruálják a dolgot, hogy valószínűleg elromlott az autója, kiszállt, felnyitott ugye a motorháztetőt, belenézett, és valószínűleg akkor érte a villámcsapást.
Tehát ilyen fejem is voltak, égett lyukak, és ugye a két kez ugye rajta lehetett a motorházon, hát bizony mind a két csuklója itt szét volt égve. De nem ezek a sebek voltak a legfájdalmasabbak, hanem az, hogy ez a fiatal ember elveszített a memóriáját, semmire nem emlékszett. Nem tudta, hogy neki van egy szép felesége, hogy van neki két gyereke, semmire nem emlékezett. És hát ugye megitték a kórházba, jött a felesége, sír. Ő mondta másoknak, hogy milyen kedves betegápoló nővérek vannak is, mennyire szívükön viselik a betegek sorsát. Mondták, te ez a feleséged, mondta nem, neki nincs is családja. De egyszerűen elfelejtettek. És aznap este, hogy bevitték a kórházba, megjelent neki egy hölgy. Amúgy jelzze, hogy ez a férfi unitárius, tehát nem katolikus. És az a szép hölgy azt mondta neki, hogy ne búcs, hogy meg fogsz gyógyulni. Szeret téged az Isten. Nagy feladatot akar rád bízni. Bízzál, visszanyerette még a emlékezetedet. És tényleg ugye az orvosok kezelték, szépen lassan elkezdte. Hát ugye az értelme kitisztult, és egészsége is helyreáll, meggyógyultak a sebb helyei. És hát ugye ő ilyen néprajz kutató, és ő megjegyezte, mindig valaki valamit mond, az hamar le kell írni. Bizony akkor ott a kórházba, a szentírásának a hátsó részére ez a szép hölgy, amit mondott, ő azt leírta. Feleségével többször elolvasták, és mind a ketten úgy érezték, hogy hát ez a szűzanya lehetett, aki őt megvigasztalta, és megmentette, és meggyógyította. És úgy érezték, hogy azt, hogy egyszer éjjel mind a ketten felültek, ő is, a felesége is, és azt mondja, hogy mind a ketten azt mondták, hogy kápolnát építünk. Ugye a mai világban milyen nehéz bármit is építeni. Mennyi utána járás. És ez a fiatal házaspár, ugye ott elkezdtek beszélgetni a feleségével, hogy is nézzen ki ez a szűzanya tiszteletére szentelt kápolna. És hát ugye megbeszélték, a feleség, aki amúgy a tanítóni a faluba, vízfestékkel egy lapra lerajzolta, hogy is nézzen ki ez a kápolna. És elküldték az érsek atyának, Gyulafehérváron, hogy ők szeretnének egy ilyen kápolnát építeni. És kapott engedélyt rá, ha hiszitek, hanem. Én magam csodálkoztam, hát ugye elmostam, valaki álljon neki kápolnát építeni. A felesége öreg fontos. És ezek ketten nekiálltak, és építettek egy szép nyolcszögű kápolnát. Jó nagy kápolnát. És elmondták mindenkinek, hogy mit szeretnének, és hogy szeretnék, és egyik talácssal, és másik halácssal, az emberek voltak fizikai munkával, segített. Felállítottak 8 hatalmas fenyőt szépen, és a közét kirakták ilyen csutakokkal. És elmondta az asszony, hogy hát ő ült és olvasgatott, és olvasta azt, hogy ugye kicsit mindig most találom minden prédikációt, hogy illik megelőgetni a terroristákat, hogy ők se maradjanak ki. Hát olvasta, hogy ezek a talibán terroristák szétlődtek ott a valami nagy szobrokot, és ez a szobor igazából agyagból és kecskeszőrből készült. De ez nagyon-nagyon ellenálló az időnek. Na és ők is ugye megnyírták a kecskét, aztán még a kutyust is megnyírták, és szépen, hogy mondjam, összeegyítették a csodagok közé, szépen begyömöszölték ezt a tölteléket, és elkészült a káposzt. Szép zsindejtetővel, a Facebookos oldalra raktam én is fel képeket, hogy meg lehet nézni. És segédpüspök úr elment, én is ott voltam, püspök úr misézett, én prédikáltam, és megszenteltük a kápolnát. De nem csak ketten voltunk ott, hanem egyszer voltunk meg 6-800, talán 1000 ember is. Előtte való nap egész éjjel esett az eső.
Ezek ketten imádkoztak, egész nyáron nem voltak sehol, hogy dolgoztak minden egyes napon. És van két gyermek, azok is odaálltak. Mert úgy gondolták, hogy a Szentírásban benne van az a történet, mikor meggyógyít Jézus 10 leprást, de csak egy megy vissza, hogy megköszönje Istennek a kegyelmet. De úgy gondolták, hogy Istennek meg szeretnék köszönni. És olyan érdekes, mert a szőanya szobrát, hát azt a szép hölgyet próbálták kifaragtatni, és hát ugye várandós állapotban, tehát nagy hassal van ábrázolva, szőanya gyermeket vár. És öltettek egy harangot, és már harangláb is van, és arra a harangra azt íratták rá, hogy a gyarapodó magyarosságért. És úgy gondolják, hogy onnan Zsinórból, ahol 2006-ban vezették ki a villanyáramot, abban az eldugott kis faluból, talán legkeletibb közössége Kárpát-medencei magyarsága, szeretnének elindítani egy mozgalmat, hogy minél több fiatal családot alapítson, gyermeket vállaljon. És ők úgy gondolják, hogy vállalják most a harmadik gyermekünket is. Miért mondtam ezt a két történetet? Azért, mert sokszor bennünket is rossz dolgok érnek. És tud, ilyenkor elkeseredünk. Rám ez a két férfi nehézségben, a bajban nem elkeseredett, hanem erőt merítettek abból, talpra álltak, és még ügyesebbek, erősebbek lettek, mint annélkül. Egészen biztos, Fikor Csaba is elmondotta, hogy ő biztos, hogy nem foglalkozott volna mozgássérültekkel, fogyatékosokkal, ha ő is nem lett volna hazán. Amúgy én is azt gondolom, ha nem lettem volna állva, akkor biztos, hogy nem foglalkoznék állva gyerekekkel. De Nagy Balázs, ugye, Sepszéki Nagy Balázs, úgy hívják ezt a csillódi férfi, ő is elmondotta, hogy ha az a villámcsapás nem terítette volna le, akkor egészen biztos, hogy most más dolgok járnának a fejbe, és egészen biztos nem kápolnát épített volna, hanem ki tudja, elvittek volna ők is nyaralni valamerre, és kirándulni meg ide oda. Igen, meg vagyok győződve az életünkben, Isten nem csak ajándékokkal adhat kegyelmet, hanem azzal, hogyha valamit elvesz tőlünk, egy baleset, egy betegség, egy kudarc, egy nem sikerült vizsga, lehet, hogy pont az az Isten ajándéka. Adná az Isten, hogy mi is észre tudjuk venni azt, hogy Isten hogy szól hozzánk. És ne elkeseredjünk, ha baj ér bennünket, ha valaki megbánt bennünket, hanem merítsünk abból erőt, dobbantsunk rajta, és ugorjunk légmagasságra. Én meg vagyok győződve, hogy köztetek is. Lehet, hogy ha te szépen oda az a családba, jó melegbe élnél, hát akkor elsodródnál ott a mindennapokban. De itt érzed, hogy csak magadra számíthatsz. És talán ezért is kell úgy nekiálljál például az edzésnek, vagy a tanulásnak, önmagad formálásának, annak a boxnak, vagy annak az atlétikának, annak a táncnak, ugye, ami most beindult. Mert lehet, hogy pont ezáltal tudod te magadat megvalósítani. Ha minden rendben lenne a család, akkor majd anyuka vagy apuka valahogy dönt. De nincs minden rendben a családban, és ezt te is érzed. Hát legyen előttetek Fikó Csaba, vagy Nagy Balázs példakép. Merítsünk tőlünk előtt, és mi is legszebb álmainkat valósítsuk meg. Amen. Testvéreim, lehetőségünk van kéréseinkkel a Jóisten felé fordulni, tegyük meg alázattal. Imádkozunk Ferenc pápáért, aki most fejezte be amerikai lelkipásztori missziós útját,
Ágy korunk nagy profitáján, erővel, egészséggel, munkáján tett eredményesség. Kérjük téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, imádkozunk a fogyatékosokért, a mozgássérültekért, a szellemi fogyatékosokért, ott, hogy az ő közösségei, nagy család, erőben, egészségben, békességben tovább tudja vinni, tovább tudjon menni az elkezdett úton. Kérjük téged, hallgass meg minket! Nagyon szeretettel imádkozom. Azért az új kápolnáért, amit most szombaton szentelt fel a püspök atya csinódon, ott, hogy valóban onnan az imádság, a remény, a bizalom, a békesség hangja áradjon egész Kárpát-medencében. Imádkozunk az új tanév kezdetén diákjainkért, ad, hogy érezzük, hogy mennyire saját kezünkben van az életünk, merjünk küzdeni, harcolni, jó jegyekért, eredményekért. Imádkozunk mindazokért a csoportokért, ami itt Dénár vagy a Szent Ferenc Alapítvány többi házában létrejött, az énekkaroké, a tánccsoportoké, a sportklubokért, ad, hogy a diákjaink növekedjenek kedvességbe, bölcsességbe, és sok-sok érme, eredmény, díjat sepeljenek benne. Imádkozunk halottainkért is, mindazokért, akik már nincsenek köztünk. Különös szeretettel imádkozunk János bácsiért is, aki többször volt itt nálunk és előadást is tartott a gyermekeinknek. Adj neki örök nyugodalmat. Köszönjük Istenet, hogy ezt a pár kérést hangosan is kimondhatjuk. Imádkozunk minden jó tevőjénkért, mindazokért, akik szeretnek, segítenek, támogatnak bennünket általad ki, Jézus és Uralkodóan, mindörökkön örökkéért.